Műsorunkat a Zaj Stúdió és a Hitspace támogatja. És sziasztok! Bizony, szép mindenkinek. Üdvözlöm mindenkit. Már néztek bennünket, mert azt mondja hogy nem nagyon jelezget a Facebook mostanában, hogy live vagyunk. Hát ebben a formában most nem jelzett, én direkt mindig a saját telefonomon figyelem, és itt most nem annyira jelzett, reméljük, hogy mindenki csatlakozik. Úgyis az első két-három perc azzal megy el, hogy egy csomó közérdekű közleményt elmondunk, úgyhogy addig reméljük, Megérkeztek. A mai témánk az az lesz, hogy hogyan dolgozunk producerként énekesrel, énekes nőkkel, igazából nemtől függetlenül, egészen a keresési folyamatoktól a dalszövegírás, közös ja, pár, pár eljutunk a, 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 a stúdió munkáid, és próbálunk tippeket, trükköket, tanácsokat adni ebben. De majd tervezünk egy olyan adást, hogy énekesek hogyan dolgoznak a, <laughs> a producerekkel. De nyilván a mi csoportunkban a zenészek producerek vannak. Döntő többségben, úgyhogy számotok főleg azoknak, akik nem tudnak így előrántani valakit a kalapból, hogy énekeljenek, hogyan kell dolgozni, hogyan kell megkeresni, őket, stb. stb. De erről majd fogunk beszélgetni rengeteget. Van kettő bejelenteni valónk, amit már bizonyára láthattatok kiírva. Tomi Tanfoly, ami az első, amire még lehet jelentkezni. A héten még tudtok rá jelentkezni. izgalmas 10 hetes Mixing 1-2 tréning lesz, úgyhogy mindenkinek szívből ajánlom. Illetve nekem újraindul ez a YouTube-os tréning. Novemberben volt az első, alig fértetek be. Úgyhogy aki nem fért be, az most tud jönni. Ugyanaz lesz nagyjából a tematika. Úgyhogy azoknak ajánlom, akik nem fértek be, vagy érdekli őket a téma. Az enyém március 7-én szombaton indul, az egy egynapos történet lesz. 8. a nőnap. Igen, de hát most ez, ez több Ért, mindegy, értem, hogy orr, a, Ma csak mondom, Dani. Több mindegy, hogy nyolcadikra 7-én szombaton itt leszünk, és egy napon keresztül átóz végig veszük a YouTube dolgait, illetve abban a hónapban még talán egy, még egy ilyen egy majd készülni fogok, de Tominak hagyom most itt a, a kraftot craftot is a helyet, hogy a Mixing 1-2-vel tudjon érvényesülni. Ja, ó, köszönöm szépen. <laughs> Tőlem jobban félnek, mint tőled. Ö, úgyhogy ennyi, ennyi így hirtelen dolgozunk ö, nagy erőkkel, kettő darab ilyen kis információ a VIP csoportosoknak, hogy folyamatosan dolgozunk az új témákon. A beígért, ö, nagyon gyorsan akartam mondani, szerzemé elmélet. téma egy picit betegség miatt csúszik, úgyhogy türelmeteket kérjük ha felépül az óra aki fogja ezeket tartani, akkor először be fogjuk mutatni itt egy interjú keretén belül, és akkor utána fognak kezdődni a belső műsorok, illetve a Sand Design műsorok is hamarosan folytatódni fognak, el fogunk hozni egy mugot a Hitspace-ből, és azon fognak folytatódni az oktatások, úgyhogy izgalmas lesz a Sand Design is, és most csütörtökre is felvettük már a legújabb adást, ilyen külföldi karrierépítésről beszélünk, úgyhogy ezen a héten az én témám volt a soros, úgyhogy sok izgalmas dolog vár titek. A VIP csoportban is, ha előfizettek. Találkozókról majd beszélünk. Nagyon Most azért van csönd a találkozókat illetőleg. mert már na -na nagy szervezés van Szervezés igen, igen. van, egy csomó minden még nem tiszta, és nem száz százalék, ezért nem is szellőztetjük, de amint minden biztos lesz, mindent meg fogtok tudni. Reméljük, hogy nagyon sok találkozóval fogunk főleg vidéki az találkozókra Így van, van, Tehát megyünk vidékre, mindenféleképpen megyünk. A pontos időpontokat még rohadtul nem tudjuk, mert Hát vannak itt csúszások, nem, úgy, nem olajozottan működik még ez a rendszer, de próbálunk hullá lenni rajta. Urrá lenni rajta. És ö, van egy új kameránk is, amit, amit köszönünk szépen kedves követőinknek, ezt idoptátok nekünk össze. Ö, már egy fokkal jobb képminőséggel fogjuk itt tolni az adásokat, és szerint Szlancsiknak sem kell nyomogatni a rekordgombot, hogy ne csukjon be a rekesz fél óra után. Szóval fejlődünk, fejlődünk meg szépen lassan. Csütörtökön megjön a videókeverő is, és akkor tudunk majd ö, nagyobb effekteket csinálni kép de a jó képbe. Lesz, Demi, de jó Jobb lesz. lesz, remélem, az öltelenítés, úgyhogy ö, igyekszünk fejlődni, és igyekszünk egyre jobbak lenni. No akkor mai témát ö, vezessük föl. Mindenkit kérek, hogy egy kicsit interaktívabb legyen a műsor, ti is írjátok meg a tapasztalataitokat, ezzel kapcsolatban szerintem már sokan a, dolgoztatok. Van kérdés, vagy énekesekkel, vagy szeretnétek dolgozni énekesekkel. Most a téma, amiatt, amiatt ezt a témát ma hoztam, és mondtam a Tominek, hogy érdemes lenne erről beszélni, de. mert ö, körülbelül nincs olyan hét, hogy ne látnék olyan kérdést, vagy ne írnátok nekem, vagy valakinek feltenni, hogy hogy stock dolgoztok, így van. Splice-ról letöltitek, stb. stb. De szembe jön veletek két hét múlva a dolog. És Isten igazából pont a Tominak kitaláltam egy hasonlatot. Tomi mellett rengeteg hasonlatot tanul az ember, hogy körülbelül Splice-ról dolgozni valami olyasmi, mintha főzőversenyen indulnám Mirelit pizzával. Tehát lehet, lehet, az még jó és működhet is, de, de sok esetben nem fogsz nyerni vele egy, egy ilyen jellegű versenyen. Hát, hogy többet busz, mint amennyit nyersz. Igen, hozzáteszem, vannak olyan stílusok, mondjuk az elektronikus zenében vannak olyan alfők, ahol ezek a splice-os bőven elég ö, funkciót betöltenek, mert nem az éneken van a hangsúly, hanem az ének itt is csak egy ilyen kiegészítő rész. Mondom, Dani, én ezzel vitatkozok. De ahol ahol az ének a fő szempont, és egy olyan dal, ahol az ének a fő hangszer, most nevezük az éneket is egy hangszernek, ha már így csoportokról, hangszercsoportokról is beszélünk, akkor az éneknek kell a legjobbnak lenni, és a legegyedibbnek, és ezt nem feltétlen hogy splice-on beszerezni, ha pont be tudtok egy ilyet szerezni, azt mindenki más is be fogja tudni szerezni, és így... Igen, és általában az, hogy megtalálják a másik is a jó dolgokat, amik könnyen a, passzolnak. Arra hamar rárepülnek. Arra Igen, hamar, hamar rárepülnek. Úgyhogy azért gondoltam, hogy beszélgessünk arról, hogy euh, hogyan tudunk egyáltalán akasztani egy énekest a projektünkhöz. Erre már különböző adás volt, hogy hogyan keressünk, úgyhogy ezt a keresés részt ugorjuk át, inkább most onnantól... Én mondanék egy érdekes tapasztalatot Onnantól ezzel. folytatnám a témát, hogy megtaláltuk a, a, a jelöltüket, és innentől kezdve hogyan érdemes dolgozni, meg hogyan gondolkozzunk. Uh, rengeteg olyan oldal van, ahol ilyen különböző énekesek meg, énekesek meg énekesek így adogatják a szolgáltatásaikat. Uh, Rosszlányok.hu Igen, Rosszlányok.hu <laughs> Felénekelnek nektek uh, dolgokat, uh, nótákat lehet velük élni stb. stb. Uh, és én én próbáltam többfélét, tehát már mint hogy azok a projektek, akik nálam voltak, tehát a, a 100 dollárostól, nem viccelek, a 2000 eurósig. és azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek 95%-ába nem éri meg, sajnos. Mármint melyik nem éri meg? ezek. Tehát azon, hogy amelyik... Ezzel majd vitatkozott. Van olyan, aki, a, az, az a tök véletlen, csak nem nagyon látod, amikor kifogsz egy lelkes amatőrt, aki még az egész folyamatnak az elején van. Most te, te most ezekre a pár száz dolláros uh, line-kertről igen, tehát, Tehát ez amíg, nem a luxus kategória. Igen, nem a luxus kategória. A luxus kategóriában általában nincs baj, de készítek fel arra, hogy azt mondom, egy ezer euró alatt biztos, hogy nem úszod meg. Igen, a luxus kategória. De viszont ott úgy kapod meg a projektet, úgy lesz összerakva van. az egész. Nem kell editálni, ki van. Nekem volt egy ilyen ezer eurós lánykám, nem egyszer. És ott egy külön projektet kaptam. Így van, normálisan szépen, szépen be volt. Be volt. Mert, mert annyit kérdezett nekem a csaj, hogy van-e vévze. Mondom, van és vévzel szétpakolta a dolgot, minden be volt állítva, nekem tulajdonképpen annyi dolgom volt, hogy kiexportáljam az éneket. Mm. És csak egy így sávként így rádobhattam, vagy így vagy külön-külön semmit nem kellett editálni, javítani, tehát és az ezer euró volt, tehát ez tényleg egy drága volt. Viszont nyilván sok olyan nézőnk van, aki ezt a ezer eurós büdzsét még nem teheti meg, így nagyon sok mindenen keresztül fog menni, úgyhogy nézzük meg ezeknek a folyamatoknak a buktatóit, és az, hogy mire érdemes figyelni. Nézzük az első nagy dolgot. Rengeteg ilyet csináltam, és rengeteg ilyenem keresztül mentem, úgyhogy tapasztalat van bőven. Az első és legfontosabb buktató pont, hogy a dalszöveg. Tehát még mielőtt. Ö, ha azt mondod, hogy külön ember írja a dalszöveget, és külön ember énekelje föl, akkor a folyamat lassul, sokkal lassabb lesz, és nem biztos, hogy jó lesz. Én olyan embereket szerettem keresni, és a kiadók is olyat szerettek keresni, akik line-okat írnak, tehát megírja a dalszöveget, megírja az ő hangfekvéséhez a, a, az éneket, és, és még lehet, hogy valami zongora dallamot is aláfejt, hogy nagyjából tudjad, hogy mire gondolsz, és igazából te, amikor megkapod, picit remixet csinálsz, hiszen nagyjából a dalnak a hangulata meg a szerkezete adott ja, lesz, ja, ja. feltéve, ha ez nulláról megy. Ha mondjuk egy zenei alapra írod, akkor ha nagyon túl van fejtve zeneileg, akkor sokszor... Lehet, hogy behatárolod az énekest, és azért nem lesz jó, mert túlságosan, vagy az a hang nem, vagy az az akkor, nagyon. Hát nem működik semmi róla, igen. Tehát én mindig azt mondom, hogy az énekessel ilyen 30-40%-on érdemes kezdeni dolgozni. Tehát, mikor a projekt ilyen 30-40%-os készelétiálhat. Ha van az ötlet, akkor már rögtön. Tehát egy, -egy alapötlet, egy vázlat egy, egy vagy bármi föl, föl van, már, már ott a hangulat először a hangulatot érdemes eltalálni utána nyilván a dalszöveg van. Én nem szeretem ezt a folyamatot két részre bontani, több fele megy a pénz is, meg, meg macerásabb is, ezt, ezt, később utána összeegyeztetni, bár tudok erre is mondani olyan példát mondani, ami jól jött ki. És azért mondom ezt a 30-40 ot mert régen, ö, mikor laikusként, mikor dolgozott az ember, hogy meccsenet a 80-90 os az instrumentát, kinézted a csajt, ki is fizetted, és akkor mondja, hát ez nem jó neki, túl magasan van, és akkor transponáljuk már le három fél hangot, Igen, vagy mit tudom én. És buktat. minden hangszín kuka volt. És 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 az egy, és sokkal inkább a hangszíneket majd utána állítsad, meg utána villegesítsed. Ja, ja, a nemet is tehát, ne találgassuk ki előre, mert sokszor tehát az, az azért van hogy, Tehát, hogy inkább a, hang, a hangszerelés előtt kezdjük már el az énekessel való munkát. Érdemes elkezdeni, mert akkor tényleg a legjobb hang ö, pozícióhoz, a legjobb hangmagassághoz tudjuk ezeket a hangokat beállítani, és nem utólag jön az, hogy vigyük le kettő fél hangot, vigyük fel három fél hangot, ami ilyen basszusoknál, meg ilyen fontos dolgoknál ott azért Igen, bukó, van. bukó, lehet. Úgyhogy ezekre érdemes figyelni. Visszatérve erre a dalszöveg dologra, vannak olyan emberek, akik kifejezetten csak dalszöveget írnak, és vannak olyan emberek, akik kifejezetten csak énekelnek. Ez, ez is tud működni, és a kettő tudja inspirálni a másikra, de arra kell készülni, hogy ez nagyon lassító folyamat, és nagyon hosszú ideig eltart. No. Amúgy is tehát hónapok, hónapok, fél évek, évek is eltart, mire ez az oda-vissza küldözgetés, főleg ha nem egy térbe tartózkodunk, tehát mondjuk egy külföldi csajszival, palival dolgozol, ez nagyon-nagyon ez sokáig eltarthat. Nem beszélve arról, hogy a külföldre dolgozol, ott bizonyos szavak alatt te nem azt érted, mint amit ő ért, és ez fordítva, tehát... Ez, ez egy legyenek cool, cool, cool ajándékbontós alap, akkor ő teljesen másra fog gondolni, mint amire te gondoltál. Tehát te, itt, itt a közös nyelv is, bármennyire is tud Igen, az ember angolul, hát, egy nehéz. Nem csak itt, hanem egyáltalán most egy tök új emberrel, érted, nincsenek meg a kommunikációs csatornák, nincs meg az a fajta összhang. De ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy amikor amikor egy ilyen fontos projekt van, akkor így mondom, ahol érzed, hogy ú, ez egy jó dal, itt pénz nem számít, vagy nem tudom és akkor rábízod egy kvázi profira, tehát egy drágább ö, dologra, az biztos, hogy ö, minimum hetekig tart. Tehát olyan nincsen, hogy ö, vagy az esetek nagy többségében nincs olyan, hogy elküldés akkor elsőre a, a tökéleteset ja. ö, hasítja. Tehát ez tűzből egy hogy általában ezek a, ezek a drágább ö, dolgoknál úgy, hogy hogy elküldi az éneket egyfajta demóba, és amikor már van egy végleges hangszerelés ahhoz az énekhez, akkor utána felénekli rendesen. Na most, ugye, mivel, ahogy a Dani is mondta, hogy ez aránylag keveseket fog érinteni, hogy most így 3-4-500 ezer forintokat kifizessen egy, egy ilyen dalért, vagy egy ilyen feléneklésért, ugye maradnak az olcsóbb opciók, mondjuk az ilyen 100, max. 200 dolláros kategóriáig. Ott van egy nagyon fontos ökölszabály, amit uh, nem arról van szó, hogy abból nem lehet jó csinálni, de sokkal több idő lesz, és sokkal több munka. Uh, sokkal többet fogsz mellélődözni, és nagyon jegyezd meg a következőt. Én ezt, mind, ezt, ezt többször belestem ebbe a hibába, sajnos. Találsz egy embert, aki fejének el valamit, ami rohadt jó, aztán általában azt szokott lenni, hogy 100 dollárért kapsz ilyen, egy verzét, meg egy refrain kezdeményt nincs befejezve rendesen a szöveg, hogy mert még úgy a dal is félkiszápod van, olyan nagyon komolyan ugye nem foglalkoznak veled. És akkor összerakod a dalt, csak hát világos, hogy kétszer ugyanazt a verzét betenni, szövegbe is ciki meg minden, és akkor kerül rá új szöveg, majd a csávó, ugye mert hát 100 dollári nem fogja megint fejnekelni nulláról az egészet, fejénekli csak azt a verzét egy tök más mikrofonba, egy tök más izébe, keverhetetlen, használhatatlan. Ilyenkor tehát az a szabály, hogy amit elsőre elküldnek, az van. És nincs, nem az, hogy nem lehet reklamálni, teljesen felesleges, mert mert utána csak az anyázás megy vele, használhatatlan a trekk, és a többi. A másik, most ennek ellene mondok egy kicsit a Daninak, ha az énekessel íratjuk a szöveget, vagy ne a gyúristen, ő találja ki a dallamot, akkor azt sose felejtsétek el, hogy szerzőtárs. 25%? Legalább. De, De ha a szöveget, szöveget tét, írja, akkor, 50. akkor 50%. És... Azt jelenti, hogy onnantól kezdve az nem csak a te dalod. Hiszen, hogyha azt mondja, hogy ez nem jelenhet meg, vagy ebbe a formában neki nem tetszik, akkor azt a dalt lőheted. Vannak olyan esetek, amikor azt mondja, hogy ő inkább a flatfire, azaz az egyösszegbeli munkadíra megy, és nem érdeklik a jogok, de ezt nyilván e, meg kell beszélni. Így van, és ezt le kell papírozni. Tehát, hogyha ez nincs le papírozva, akkor előfordul a következő. Merci a tehát ez a dolog nincs csakorom, lebeszélve. Csakorom. E, kiadásra kerül. Mondjuk, bekerülsz egy jobb kiadóhoz, az é. énekes véletlenül kiszúrja, és vérszemet mert hát, kap. Izé, és vérszemet kap. És onnantól kezdve jönnek az ügyvédek, mert nagy pénzekről is beszélhetünk ott már több És Ha nincs lepapírozva, akkor jogilag ő fog nyerni. Így van, jogilag ő fog nyerni, vagy legalábbis az biztos, Magyar hogy sér. te nem nyersz. Akkor inkább Igen. így mondom. Tehát ki fogják hozni általában egy egárra. Csak onnantól kezdve nincs hogy De a nagyon, -nagyon fontos dolog, hogy És onnantól kezdve mindent meg kell beszélni egy vadidegen emberrel, aki mondjuk Ausztrália másik oldalán él. Érted? Tehát, tehát, ö, ami... Érdemes ezért közel keresni embereket, ö... akik elér, elérhetőbbek. Ö, érdemes mondjuk, ha ilyen lutriba írkálunk emberekre, hogy elküldjük a demónkat, hogy énekeljen egy teszténeket. Nem kell semmit várni, ráénekelheti egy telefonra is tök mindet, csak hogy halljuk, hogy egyáltalán a hang Fekvése, meg Igen, a meg az, hogy az az, az útnetek, amiket beletesz, az az -e, amire Csak te úgy gondoltám. mondom, külföldi munkák, nehogy azt higgyétek, hogy kint így találják meg az énekeseket, a nagy billboardos lágyerekre is 10-15 embert kipróbálnak, mielőtt megtalálják a véglegest. Maximum annyi van, hogy a, a dalszerző, dalszövegíró teszbe fölénekli magának, tehát így van egy Uhoz, ilyen... az ma... nekem volt ilyen ma... kettő esetem is. Ma van ilyen mankó ének, a mi esetünkben volt ilyen szét autótyúnolt ének, amit a Klinger énekelt föl. Jézusom! Tehát vagy meg kell mutatni, hogy mit akarsz. Meg van mi. Van egy pár, de nyilván... Klinger, nézed? Fejlett országokban azért ez úgy van, hogy ott a házna egy énekesnő, aki pont arra van kitalálva, hogy ezeket a mangókat felénekelje, és akkor így tudják mutogatni az énekesnek, hogy valami ilyesmire gondoltunk, stb. stb. És akkor megkeresik a megfelelő színpárt, ami ehhez passzol. Tehát ha felénekeltettek vele ami teszténeket, tehát tök mindegy milyen minőségben, akkor halljátok egyáltalán, hogy jó felé irányul. Ha azt mondjátok, hogy oké, okay, ha nem, akkor nyilván nem kerestek tovább, ha oké, okay, akkor, akkor jön a következő része, meg kell állapodni vele, erről már beszéltünk, szerintem most nehezzel húzzuk az időt. Utána nyilván az jön, hogy amit az első két-három körbe kapsz, az, az, nyilván csak ilyen ötlet lesz, és ötletelés. Tehát nem úgy kell azokat a dolgokat hallgatni, hogy ez a kész. Ebben a főleg a kezdők Szoktat, hát bár igen, de most a nem száz, tudják, -e? mondtam, a száz dollárosan nem futsz két-három kört. Hát a 100 dollárosnál tudsz két-három kört futni, és pont, mert két-három kör van összesen. De nyilván valahol el kell kezdeni, szóval ö, nem mondhatod azt, hogy csak az ezer dolláros létezik. Jó, mert. csak azért mondom, hogy akkor még azt olyan, hogy akkor még 30 dollár, meg még 70, meg még 90. Hát, vagy, a, vagy egy olyan találsz, akinek ugyanúgy egy lehetőség, és, és akkor ingyen elszenvedtek egymással, mert egy picit szenvedés lesz, és majd erről a szenvedés részéről a stúdióba beszéljünk. Ö, érdemes, minél jobban demózni otthon az éneket, minél jobban begyakorolni, hogy amikor stúdióba kerül a dolog, akkor ketyegy az óra, és ne ott kelljen kitalálni. Voltam már olyan énekfelvételen, ezt mondom, hogy, hogy mentünk a szerzőtárssal, vagy, vagy hogy fogalmazza meg a megrendelővel, és akkor mondom, és mondom, van szöveg? Van, van. Ki van találva? Azért, hopp, ki van találva? Jó. És akkor odaértünk a, a stúdióba, és akkor mondom, hol a szöveg? Hát, ez lesz a szöveg is. Mo mo nem mondom el, akkor kitaláljátok, hogy kiről van szó. A lényeg, hogy bemondta a dalnak a szímét, és akkor az lesz a szöveg, de mondom, hogy nincs, nincs valami. És nagyon 3-4 órát elcsesztünk hozzá a stúdióba, csak a dalszöveget megírt, Igen. Azt és akkor nagyon. kitalálni. Tehát hogy ezekre fel kell készülni, mert, mert egy stúdió környezetben, főleg a 100-200 dolláros 200 dolláros énekesnő, vagy mondjuk egy, egy kezdő énekes teljesen másképpen viselkedik. A, a profi, meg a, az amatőr között az a különbség. A profi oda jön, fölnyomja, aztán megy tovább hát a dolgára. De se jön, igazán díjból megcsinálja. Igen, tehát elküldi a készének. Tehát, még az amatőrrel egy éjszakát elszenvedsz, és akkor is lehet, hogy az van, hogy friss fülle kuka, és akkor még egyszer el, el kell jönni. De majd erről mindjárt beszélünk itt a ilyen felvételi tippek, trükkök dolgokban. Úgyhogy meg lehet csinálni, csak sokkal nagyobb macera, sokkal többet fogsz melodájnozni, sokkal többet fogod vagdosni, hogy, hogy ritmuson legyen, stb. stb. Tehát ezzel jár. Nyilván, amikor egy profi énekes kifizetsz, akkor ezt a munkafolyamatot meggyorsítod, és azon kívül kapta egy jó, ismerősen csengő hangszint, nem kell ilyenekkel bajlódnod. Talán itt ez hát, a... nem is a bajlódás, hanem az, hogy világos, hogy amelyik, amelyik így, hogy is mondjam neked, ilyen meg műmájerkedettének. Uh, világos, hogy feelinget nem lehet oda műmájerkedni, tehát nincs ez a plugin, hogy izé, izé több sírást ide légy szíves, itt meg nyögünk izé jobban. Persze. Tehát ilyen gombok nincsenek, úgyhogy uh, ezek a kifizethetetlen részei ezeknek a dolgoknak, amik abszolút emberi dolgok. most a profiknál, amikor profikkal dolgozol, általában akit profitnak lehet hívni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az amatőr énekes hamis, vagy tempótlan feltétlenül. Tehát csak világos, hogy nem mindegy, hogy a te kis dalocskáddal, aki, ami neked a szíved, lelke, csücske is benne van a fél életed, mert nem tudom én, erre készültél két éve érted, hogy ezt megcsináld. A másik félnek ez nem jelent semmit neki, ez egy, ez egy érted, egy... amikor a postás Persze. ki, ki, kihozza, ki érted, hogy mit én, a édesanyjának meghalt a fronton a fia. Hát mond egy részvételt meg, azt se tudja általában, hogy kicsoda vagy, nem tudom én, hogy szerencsétlen rossz helyzetben van. Itt is ugyanez van, tehát, hogy nem feltétlen fogják így, ezért a kommunikáció Ebből a szempontból nagyon fontos dolog, és mielőtt bemegy az ember a stúdióba, és ezt kívül mondom, ezt a részét érdemes leboxolni. Nálam sokszor előfordult az sajnos, hogy a megrendelő ott, ott a helyszínen veszik össze a, 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 a fizetett alkalmazottakkal, és a nem tudom micsodával. Hát értem, én is. Én. És hát én, mint stúdiós, kívánom, hogy végre legyen a vitának, megnézem mennyi az idő. O, jó napot kívánok, Na, mindjárt nézzük a kommenteket. Is. Szóval ott tartottunk, megtaláltuk az énekest, jó, kitaláltuk, most az énekes megírja magának a dalszöveget, az a legegyszerűbb kevesebb kört kell futni. Nagyjából ilyenkor mindig kérjünk egy ilyen demo éneket, amit ő felvett, azért, hogy tudjunk dolgozni. Tehát, hogy nagyjából tudjunk haladni a dallal. És ne kövessük el soha azt a hibát, hogy a demo éneket csináljuk meg a végleges dalba összevágjuk, majd demórák. Igen, mert nem fogunk tudni elvonatkoztatni tőle. Tehát egy ilyen kis Sajtpapírra tulajdonképpen fölénekli, és akkor azon kicsit dolgozunk, utána ez természetesen ki fog kerülni belőle, belőle, majd akkor eljön a szép nap, amikor nagyjából összeállt dal, egy olyan 60-70 százalékon van, mert azért jó énekkel dolgozni, mert hogy akkor nem fogod túl gondolni a zenét, és nem fogod túl tunkolni, ahogy én szoktam mm -hmm. hívni. Sokaknál az a hiba, hogy majd tudja, hogy lesz rá ének, de mivel instrumentát csinál, ezért, ezért túlpakolja, mivel az ének nincs ott, és, és, hiányzik neki valami, és minden szar ott van, és mikor meg, megjön az ének, akkor igazából fél délután után azzal megy, hogy kitörölnek mindent. Igen, és iszonyatos vita megy rajta, hiszen ő azzal napokig dolgozott, hogy... Tehát azért mondom, inkább egy lábdobb basszus legyen, mert egy zongora akkord, és akkor majd köré építjük, tehát majd, majd beletesszük, ami még belefér, mint hogy túltunkoljuk, és akkor ott jöjjön a vita, hogy akkor mit kell törölni, és a többi, és a többi. Azért érdemes egy ilyen demo énekre dolgozni. Ö, még egy apróságot mondok, én egyszer jártam úgy, hogy abba a abba voltam, hogy ö, énekesnő, egy, mindegy, egy nagyobb sztárnak kellett komolyabban előénekelni. És akkor szöve szövegírás. Tehát ugye miénk volt a dal, ez egy külföldi produkció volt, hát most én is tudok angol szöveget írni, de hát az nem ugyanaz, meg ez egy olyan műfaj volt, egy ilyen rmb is valami, amiben így kifejezetten a aktuális szlengek kellének, meg mit, hát honnan a Frazbó tudja, mint Budapesten, hogy mi a menő most éppen, mit én Persze. New Yorkba. E, mi nem ciki. Ezért kerestünk egy ottani szövegíró csajt, a kiadó ajánlott egy jó párat, hogy mit tudom, és a ezek nagyon ügyesek, és nem tudom. Én. És hát, hogy a szövegíró lány megírta a szöveget, és hát, hogy ne legyünk félreértésben, így fel is énekelte, hogy ho, ő hogy gondolta a szöveget. Figyelj, olyan elképzelhetetlen jó hangja volt a szövegíró csajnak, olyan nagyon jól énekelte. Hogy ezt mondtátok, hogy... És mondtuk, hogy hát, figyelj, kiadunk neked egy lemezt, és erre tudod, mint mondod? Ó, én nem akar énekes lenni, ő csak szöveg. <laughs> és figyelj, soha a büdös életben nem jelent meg, pedig iszonyatosan jó dal. Igen, ez, ez a demurák is benne van. Sokszor, hogy a, hogy a teszt énekest meghagyják, mert, mert megszokják, stb., stb. stb. Ez is veszélyes amúgy, ezért érdemes azzal fölénekeltetni, akivel majd, <laughs> majd dolgozni fogsz. Nyilván, ha itt vannak ilyen más jogi viták, mert személyes viták, akkor itt cipeled tovább a dalt, és nagyon megszoktad már a régit, ott meg lehet szokni az újat is, az, az, egy, ez egy nehéz folyamat. No, nagyjából megcsináltuk a dalt, tehát akkor ha, nyilván, ha énekkel dolgozunk, akkor ne gondoljuk túl az instrumentát, mielőtt meg lenne az ének, mert teljesen erdőbe fogunk menni. Megvan a dal, és akkor Tomival lebeszéltem az időpontot, hogy megyünk, megyünk hozzá felvenni. Nyilván most ne egy profi énekesről beszéljünk, mert a profi énekes oda jön, megcsinálja, aztán nézi az időt. Hogy... szépen föltöző, mint régen beparfümözve jöttetek Klingerrel. <laughs> Úgy ki volt a költözve, komolyan, mint amikor esküvőre mennek. <laughs> Úgyhogy lebeszélt az idő Csoki kóla, és, és megjelenz. Nyilván most azt a verziót mondom, amikor mondjuk egy ilyen kezdő, középkategóriásabb hiányzó vagy férfiúval jövünk, Első, ami nagyon fontos, amit én ajánlok, hogy érdemes hozni némi alkoholt kedves énekesnek, de, de ne túl sokat, tehát, ne, ne, tehát ez, ez ne billenjen át a, a másik oldalra, akkor rosszabb lesz a produkció, mert általában egy kicsit fel kell, hogy oldódjanak. Tehát, hát, ez, eset, ez eset kérdése. Érdemes amúgy egy 3-4 órás sessiont befoglalni. Tehát ha azt mondod, hogy ezt fel Igen. lehet énekelni, azt mondja, hogy ez ó, az felének lemegy egy óra alatt, akkor hogy 3-4-et foglaljatok be. Mert a, az első óra gánc kuka lesz. Tehát az, 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 azt van. értem, ez az első igazából, hogy ő szokja a Tominak a hülyeségeit, szok, szokja Mindig a környezetet. Ott lesz egy stúdió, ott lesznek eszközök. Az az ember általában az esetek nagy többségében életébe akkor látja először azt a fiút, lányt, aki énekelni fog. Életébe akkor hallja először a nótát. A, az énekesnek a fejébe is van egy koncepció, ami nem ugyanaz, mint ami a, a zeneszerző, meg a hangszerelő fejébe van. És miatt kitalálódik, hogy hogy akkor most ez mennyi legyen nyögős, mennyi legyen izé, hogy ezt most vokálozzuk meg, megduplázzuk, ez, inkább, ez majd autotyúnolva lesz jó, mert autotyúnhoz is másképp kell énekelni, mint nem autotyúnhoz. Persze. De főleg egy olyan emberkének, aki otthoni környezethez volt hozzá van. Van, és nekik ez az első vagy első közötti stúdió látogatás, akkor eleve egy rukkal jön, meg eleve parázni fog, hiszen tudja, hogy a stúdióban profit vannak, és nehogy beírjen, stb. stb. Tehát ilyenkor az ember nagyon sokat foglalkozik az, hogy mások mit gondolnak. Igen, de nem kell vele foglalkozni, ez a, ez a titka. nem, nem igaz, most nem kell arcoskodni, de nem kell, tehát nem kell ezen teljesen felesleges parázni, mert attól, hogy az ember ráparázik, Semmi nem lesz jobb, tehát nem fog változni. Tehát, érted, befogadtam csütörtökre az izét, ha addig nem tudtam énekelni, már nem fogok Persze. megtanulni csütörtökig. Tehát... Ezért kicsit célzó hogy kicsit. <laughs> Igen, de az nem, mindig, az, az, az nem mindig azzal, csak a napon vagy túl, de a produkció nem biztos. Tehát... <laughs> Nyilván, aki tanul énekelni, annak érdemes előtte kicsit begyakorolni. Igen, hogy hívják ezt? Fontos. Begy skálázni, de a skálá... vannak ezek a gyakorlatok. Hát előénekelni. és skálázni, tehát ezeket érdemes megcsinálni. Fejből kell tudni a szöveget, nem viccelek. Te, nem itt telefonról olvasni, van. A... Ha valaki viszi a szöveget, azt a... annak az embernek kell odaadni, aki felveszi, hogy ő lássa, hogy hol tart, mert én neki nem muszáj megtanulni. De az énekes azt igenis tanulja meg a szöveget. A zeneszerző, hangszerelő igenis legyen tisztába. Nem árt, hogyha mit te mondjuk így, el tudod vinni a stúdióba a kis laptopodat, ami rajta van, az Ableton vagy mit tudom mert most hiába van a stúdióban mondjuk Ableton, meg hiába van Logic is, egy csomószor az a plugin pont nem lesz, ki meg kell az exportálni a sár, valamit. nem úgy jön el, ki kell exportálni valamit, izé, nem jó a lápcél, rossz helyre jut akármi, azokat ott villámgyorsan meg kell oldani, tehát nem árt, hogyha egy ilyen gép, gép, gépet, aki így komolyabban gondolja, egy ilyen gépet összerak magának. Ugye ez eseti alkalom, tehát te még dolgozhatsz az asztali gépeden. Csak, csak a projektet csinálja meg, amire. Igen, tehát te otthon, lesz. érted, szarásig van időd, átrakod a projektet a laptopodra, én értem, hogy nem fog rajta elfutni egyszerre az összes szoftverhangszer, de arra pont jó lesz, érted, hogy mit ki kell cserélni egy basszus sávot, érted, vagy nem tudom, micsoda akkor az egy sávot ki tudja rendelmi, derelni, és nem az van, hogy majd akkor holnap visszajövünk, majd éjszaka megcsinálom otthon. Ami Tehát, még nagyon fontos. hogy mivel, Főleg, ha vidékről jövünk fel, mondjuk Budapestre, vagy fordítva. Hogy mivel viszonylag most kezdőket, középhaladókat vittünk el énekelni egy képzeletbe, őket nagyon instruálni kell, nagyon fogni kell a kezüket. Tehát nem azon, hogy beülünk facebookozni hátulra a kanapéra, <laughs> és akkor majd a kedves harménök szenved vele, mert abból nem lesz, nem lesz plusz, hanem nagyon ott kell állni a nyakában, nagyon mondani kell neki, mert nincs, ta mert nincs tapasztalata. Tehát azért ócsó, mert nincs tapasztalata. Tehát ez nyilván benne van. Tehát nekünk azt a tapasztalati hiányt, amit meg akarunk spórolni ezen az oldalon, nekünk ezt kompenzálni kell, hogy folyamatosan ötletelünk, hogyan énekeljen, mit vegyen föl, stb. 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 Ne várjuk el azt tőle, hogy tű pontosan fog énekelni, minden monalon lesz. Erre való az utómunka. Nyilván, amit mondtam, hogy egy ilyen esetben sokkal többet fogunk utómunkázni, mint a egy, egy gánc profi menne be. Tehát ezzel számoljunk, nem kell őt ezzel izélni, hogy hamis voltál, -e, ott énekeld újra. Tehát van az a szint, amikor újra kell énekelni, és van az a szint, amikor ez utómunkával... Kialítható. Igen, és soha nem munkázunk a stúdióban, mert az mindig rohadt drága. Tehát az autottyúnolgatás, vagdosás, az egy ilyen ezért, az, az olyan munka, amit nem Én saját hangményeként az is mondom, nem szívesen csinálom, megcsinálom, de semmivel nem kerül olcsóban, mintha maszterelnék, vagy kevernék. Na most ezt te is meg tudod otthon csinálni, ez pont ingyen van. Tehát nem tudom jobban mondani, tehát azt a pénzt, amit ilyenkor, mit én kiveszek a zsebedből, azt szerintem több értelme van elkölteni a mixingre, Persze. meg a masteringre, mint erre a hülyeségre, mert most érte egy, egy fülhallgató elég vagdosni, meg tyúnolgatni az éneket. Mindig négyszer, ötször annyi ötletet vegyünk föl, mint amennyivel rendelkezünk. Tehát mindig többet vegyünk, már abból könnyű lefaradni, mintha ahhoz kéne később hozzáadni otthon. Tehát Oké, okay, hogy felénekeltük a tervezetet. Én, Énekeljünk olyan refrént, ami jön a következő, olyan referént, ami megáll, olyan verzét, ami így van a vége, olyan verzét, aminek amúgy van vége. Pastagításokat, oktávozásokat, mi minden szart lehet, hogy nem fogjuk használni, vegyük fel. Általában esetek többségében jönnek ilyen spontán dolgok, amik nem tervezettek, amik véletlenül jönnek, és pont ezeket használja az ember, vagy egy effektre, vagy egy ilyen bevágást nyira. Ezeket érdemes, mindent föl kell venni, mindent el kell menteni, ne törüljük ki a dolgokat, stb. stb. Később, amikor ezeket rendezgetjük, akkor se törüljük ki. Így van, amikor viszont kész a nóta, akkor töröljetek le mindent, ami nincs benne az eredeti dalba mert kettőét múlva eszedbe fogjuk jutni, hogy jaj, volt még ott egy frazír, tegyük be azt is. Na és akkor általában itt van vége a normális dramaturgiának. Felvenni mondjuk a verzét, Bridget, Refrain, stb. vastagításokat hozzá, fölvenni egy adlib sávot, amivel ilyen, ilyen, hogy mondják az adlibet? Úgy szokták ezt csinálni, az a legjobb megoldás. Mindig a, a követke, következő szabály van. És utána nézzük a egy kommenteket is. Ének. Mindig több, mint a vokálozott verzió. Mindig. Tehát amikor egy darab mikrofonba egy darab ember énekel jól, annak mindig sokkal erősebb hatása van, mint bármennyi vokálnak. És bármennyi duplának, bármennyi autótyúnak. Ugyanis a, az emberek általában úgy működnek, a hallgató úgy működik, hogy azt tendernek veszi, hogy valami nem hamis, meg tempóra van énekelve. Ezzel csak mi szenvedünk, mert mi vagyunk a munkák. Ez gondolj bele, hogy bemész a fagyiszhoz, abból kérek, abból kérek, abból kérek, és akkor meg felháborodna a fagyis, hogy de a tejszínes magyaróval is nagyon szakadt dolgoztam, abból is tessék vinni. Tehát ez nem így működik, hanem itt arról van szó, hogy, hogy ezt csak mi látjuk, ez a szakma, tehát mi, ezt, mi a, a, a megfelelő szervnek most mi ezen a végén vagyunk. Na most a lényeg a lényeg, hogy, hogy tehát arra mindig törekedjünk, hogy legyen egy fősodor énekünk, ami nem is úgy mondom, hogy technikailag, de emocionálisan, tehát érzelmek átadásában önmagában is megfelelő. Ugyanis, ha sok az Sok ének, idő, ide eljutunk. Sok idő. Tehát az első két, hár, első két három éneklés azt tutikukkal az Tuti Ez Az első húsz, igen. De a, a következő dolog a, a nyitja, hogyha egy ilyen trekked megvan, Általában az azt jelenti, hogy a dallak a hangszerelésnek így a felét nyugodtan kitörölheted, és kétszer olyan erős lesz a dal. Sokkal jobban fog ülni azonnal, mert ugyanis az énekes tudja átadni az érzelmeket. Nincs lábdobbal, semmiféle érzelmet nem lehet átadni. Se lábcinnel, tehát nincs az az úristen. Az instrumentális megoldások mindig gyengébbek. Ez így van. Meg no nagyon munka is, hogy ott így az erős van. legyen. Azzal, hogy elkezdesz valamit vokálozni, tehát duplikálod, euh, még egyszer megkórusozod. Ez tulajdonképpen léjezés. Igen léjezgeted, azzal a dalt egyre személytelenebbé teszed. Tehát azt jelenti, hogy olyan projekteknél, ahol nem akarjuk tolni az énekest. Nem tudom, hogy jobban mondani. Tehát nem arról szól érted, hogy most Kovács Erzsébet és featuring, nem tudom mi Mindjárt válaszolunk a kérdésre. Hanem, hanem featuring, izé, Erzsike és tök mindegy. Ott, ott érdemes ezeket a duplitásokat használni azért, mert ez pontosan ezeket az egyedi, emocionális dolgokat, amikről nagyon könnyen kiszúrható lenne, hogy ki az előadó, ezeket minimalizálni lehet, így most ezt csúnyán mondom nektek, de a későbbiek során, ha mondjuk vita van értel ezeken a dolgokon, akkor... Elvileg a Frontember ugye nem lehetne cserélgetni, de így csereszabotossá válik, mert sokkal könnyebb représzegetni. Én voltam ilyen projektben, ahol énekesnőt cseréltek menet közben. Tehát így a lemezen. Tudom. Öm, és a következő dolog, öm, tehát ez különben, mondom, a duplikálás szart se ér. Általában az van, hogy azok szoktak duplikálni, akik nem tudnak énekelni. De akik... ha duplikálunk, de ha duplikálunk, akkor ne ugyan, tehát ne szó szerint duplikáljunk, tehát ne ugyanazt énekeljük föl megint, hanem valami más karakterisztikával, más, más hangulattal. De, tehát, ez nem, tehát... mindig, nem, nem, mindig, így mondani. Tehát ezzel vitatkozunk. Tehát ugyanaz fia, ugyanazt felének le, akkor tulajdonképpen le is kopizhatom a sávot. Nem, mert akkor fázis van. A következő dolog van, a, amikor Uh, ilyen ének duplázás van, tehát eleve duplán szól az egészének, így meg végig a tjákon. annak eleve van egy csürhe feelingje. Egy csürhe feeling. Igen, hát az lesz. Na most megfelelően pontosan kell felénekelni tempóra. Nagyon nehéz ezeket jól összevagdosni kézzel, gyakorlatilag tovább tart, mert az énekes kb. hogyha két napig gyakorolja a dalt, érteni, és nem, nem teljesen tehetségtelen, akkor ez így megy neki öt perc alatt. De viccen kívül ezt így összevagdosni, ha nem vagy ebbe pro hetek. De még nekem is, aki mondjuk pró vagyok, egy ilyen e, vokál tudom, izét megcsinálni, a mit tudom, délutánok. Tehát ezt érdemes kival, akkor így mondom, hogy érdemes kivárni, érted, amit mondok, a, a, az énekesnőnkből, előadónkból, stb., vagy eleve a projektet. Tehát azért, azért mondtam, hogy a felkészülésnél, érted, hogyha tudom fejből a szöveget, be van gyakorolva, nem ott dadogok, nem ott van kitalálva hogy az énekes részről, akkor ezek a dolgok gyorsan mennek. Nagyon fontos az, hogy... hogy lehet olyannal játszani, hogyha nagyon jó az énekesünk, világos, tehát hogy jól adja elő a dalt, jó a feeling, jó a flója az egész dolognak, és ugye sokszor azon, hogy ha megvokáloz önmagára, vokáloz ő saját maga, akkor azzal öli magát. De van ennek egy olyan metódusa, mikor teljesen mást hívunk vokálozni. Érted, droidokat? Igen. Hát, az viszont, eseteket, így úgy, van, hát, az viszont vokalistát. ugye, mivel a vokál az eleve másik szólomot jelent, ami zeneileg ugye egy akkordhangzás, stb., jobban meg tudja támasztani az éneket, az viszont ilyen esetekben kiemelheti a dolgot, tehát, hogy pont, pont ellentéte annak, amit az elején mondtam, de az önmagadra való jellegű vokálozásnál pedig, akármennyire is amatőrök vagyunk, akármit is mond a stúdiós csávó, kérjük azt a stúdiós csávótól, hogy Vegyük fel egy másik fajta mikrofonba, hogyha ugyanaz az emberünk van, aki magára vokáloz, vagy cseréljünk egy előfokot, csak hogy kicsit más fajta legyen a színe. Vokálozásnál ajánlatos az, feltéve, hogyha ez nem egy válaszszólam, tehát ami önmagában értelmezhető. A vokálnak nem muszáj a szövegérthetősége, hiszen azt el fogja mondani a főének, érted? Minél jelentéktelenebbre van énekelve, tehát konkrétan iskolásan az esetek nagy többségében annál jobb. Tehát Nézzünk, Tomi, pár kérdés, mert van. sok jó kérdésünk van. Meg kevés időnk. Így van. A lepapír, lepapírozás az nem csak egy sajtpapír, amit a két fél aláír, ennek komolyabb, komolyabbnak kéne lennie. E, tök mindegy, egy sajtpapíron is le lehet írva, az, a lényeg, legyen az a lényeg, és hogy legyen két tanú. <laughs> Tehát világos? Szerintem Tehát... még az olvány szájban, igen, igen, stb, stb, stb. stb. Tehát a magyar törvényeknek megfelelően, a magyar polgári törvényeknek megfelelően kössük meg ezt a szerződést. Nagyon figyelni kell arra, de ezt bár be lehet menni, a jogvédőbe is szerintem meg tudják mondani, a komolyabban dolgozó bérvokalistáktól stb. meg lehet ezt kérdezgetni, hogy ők tök ismeretlen emberekkel ezeket a dolgokat hogy szokták megoldani. Reklámcégeknél erre ezer metódus van. Világos, hogy a magyar törvények szerint szerződésbe, törvénynek ellentmondó dolgokra nem lehet szerződni. Tehát én nem bízhatlak meg téged azzal, hogy öljé meg, mert nem akarok öngyilkos lenni, ez téged nem ment fel az emberül és alól, és erre nem lehet szerződni. Tehát ez, ez semmi is ilyen Én pont ]ben. ebben a cipőben vagyok, elkezdtem dolgozni egy Indiában élő DJ-vel, na most a jogi témát hogy hozzuk össze, mivel nem magyar? Az az teljesen valakinek mindegy. kell igazodni a, a szabályaihoz. Teljesen fel, mindegy. Tehát vagy az indiai törvények szerint, vagy a magyar törvények szerint, csak akkor, hogyha valami vita van, akkor ott kell, ö, tehát abban az országban kell kezdeni a, a, a peres eljárást. De igazániból a papírozás, hogyha ilyen látszólag komolyabban csinálod, az azért jó, mert az most nem csak nektek rémisztő, hogy aláírok maga, valamit, hidd el a másiknak. Ez retentő ereje. Igen, tehát, tehát ez egy ilyen háború. Tehát most gondolj be a következő, találkozok egy olyan haverom, akit amúgy nem nagyon szeretek, de 20 éve nem láttam, és jaj, Béciké, mi van veled? Menjünk már egyszer, együnk meg egy hamburgert, igyünk meg egy sört. Oké, rendben van, de szerződjünk erről. Na úgy már nem érdekel senkit, nem <laughs> tudom érthető -e. Tehát mivel mindenki tudja, hogy smafúzik. Na most a zenész ez egy olyan fajta attól, akinek ennyi van, de ekkorát mutat. Tehát a magyar jogra szóbeli megállapodást is elfogadja úgy. Mindenhol elfogadja, de nem tudom most egy rosszul beszélő, angolul rosszul beszélő indiaival, úgyhogy te is angolul rosszul beszélsz, Szóval érted, hogy mi a probléma? Menjünk tovább a kérdésekre. Miért nincs az ilyen, ilyen MPV-s lista, ahol mindenkiről szerepel az, hogy milyen stílus hangszerek akármiben mozog, hogy indukáljuk azt, hogy itt házon belül cseréljen gazdát a pénz és a tapasztalat? mpv találkozó. Nagyon jó, ezért van az MPV találkozó. Csak a következőt képzétek el, erre már sok ö, kezdeményezés volt ilyen listákat ö, felállítani. A legtöbb esetben sajnos így mondom, hogy ez átfordul egy ilyen fekete listába, hogy ezzel az emberrel ne dolgozzá, mert mit tudom én? Ennek izé büdös a szája, azzal ezért meg, mit tudja. Mindig valaki mindig elégedetlen, és sajnos jó magyar szokás szerint, ha megdöglött a tehenem, dögöljön meg a szomszédé is, ugye? Ez, ez lesz belőle. Igazándiból ezt ebben a formában mi ezért nem szeretnénk támogatni. Ez most nem rátok vonatkozik, vagy nem a saját közönségem mérlegelése. De mondjuk úgy, hogy nem érezzük még azt, hogy ezt, a, ezt megmerjük kockáztatni. Most ilyen pillanatban még nem vagyunk abban a helyzetben, de jól állunk, de az MPV találkozók <kül> erre vannak. Azok erre vannak. Azért kell reklámozni nektek is az MPV-t, de most az MPV-ben tele vagyunk zeneszerzőkkel, hangszerelőkkel, és egyre, több, és egyre, több, és énekessel amúgy. És lassan most már szállingóznak be fel az énekesek. De lengesétek mindenhol a zászlót, meg szóljatok a gitáros havarotoknak, meg a dobos izéknek, meg nem tudom micsoda, ajánljátok nekik az oldalt, mert lehet, hogy nem nézi a műsort, vagy csak ritkán nézi, de ezerszer látom, hogy keresnek ott embert, hogy mit gitárost keresek, vagy valami, és akkor rögtön van valaki, aki tud jelentkezni, hogy mit és akkor kapsz négyféle ajánlatot, <hül> Ki lehet Menjünk tovább, ami, ami, igen. mert ez egy hosszú téma lesz, és kérlek, hogy legyél rövid. Vázzátok fel, kérlek nagyjából, mi az a technikai környezet, ami alatt ki kell fordulni a stúdióból, annyi kis project Panel stúdió van, hogy szerintem ez segítség lehet, és ez így van. Ö, ezt próbáljuk úgy... Jó, figyelj, a legelső amit le kell szögeznünk ebbe, ebbe a dologba, mi az igény? Tehát ha csak egy sima demót énekelsz fel, amit mit tudom, mondjuk a, aki volt a találkozón, a Jós Pistő, elküldesz a Warnernak, nekik mindegy lesz, hogy egy millió forintos reverb van az éneken, és két millió forintos mikrofonba énekelték-e, vagy csak egy százer forintos súrba. Az is mindegy lesz, hogy a nagyszobában a könyves polc előtt vették fel, vagy mit tél egy hodályba, ami agyon volt, ö, hogy hívják, a hangszigetelve. Igazándiból ezt az igényszintet, ezt neked kell meghúzni, hogy mit célzol be. Világos, hogy ilyenkor az emberek azt szokták, hogy hát figyelj, ilyet szeretnék, és beteszi a Michael Jackson Black or White ot És akkor én is mondom neki, hogy nézd, itt pont van egy Jackson szerződésem, látod itt a, ez a pont, tudod, ez még itt nem. Az vesző, tudod, ott a tizedes jegy. Ez csak így a darabolás, ha véget van, mondom, akkor ennyi lesz a stúdió. Úgy is, úgy oké, okay, mert meg lehet csinálni, csak a sokba kerül. Tehát, hogy mondjam, állítsuk be az igényeinket, először is és ez nagyon fontos dolog. Mi az, ami minimálisan kell egy ilyen helyen? Nagyon jó, hogy minden, minden esetben nincs az az Úristen, hogy egy ilyen, mit szól, kis bútba, amiket is szoktak énekelni, ilyen vokálbuddba, bármiféle jó éneket vegyél fel, nincs az a technika. Ez a budiba felvétel. Igen, a budiba Igen. felvétel. Tehát minden lesz benne, agyon processzálva is lehet, lehet, hogy kvázi technikailag jól fog szólni, de hogy minden ponton az emóciós részei, meg ezek, meg nyomasztó az egész ott állni, énekelni is, mindent, az borzasztó. Törekedjünk arra, hogy nagyobb énekhelység az, az jót tesz a dolognak, általában ne a szoba közepére állítsuk az énekest, még stúdióba se, hanem úgy szokták, hogy valamelyik kétharmad, valamelyik falfele kétharmadra kitolják, tehát hogy nem pont a stúdió közepén álljon az énekes, akkor nagyon egyértelmű az egész reverb rámegy a hotyiákra. Aki a mikrofon mögé ilyen fogófölletet használ, eleve kuka, most csak mondok szempontokat, minimum kell egy nagymemberános nagy membrános mikrofon, és kell, hogy legyen valamiféle normális, dedikált... Akkor a bújul, ö, ö, Dedikált <laughs> Tehát nincs olyan, hogy paplan teszek a fejemre, és akkor nem hallani a villamost. Tehát ö, mondom, ezek demóra, de ugyanezzel az erővel fejnekelheted gyakorlatilag a, a, a mobiltelefonodra, vagy minek mondják, rádiótelefonnak jó minden. Okos, okos telefon. igen, ez a divatos kifejezés. Hát, jó telefon vagyok. Eh, hát az én időmben még az volt, érted? <laughs> Na, a a lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy ezekre figyelni kell, aztán a többi a csillagoség, tehát az, hogy most milyen ekuk vannak, meg levelerek. Most világos, hogy mit én, bemész egy stúdióba, most se, nem akarom a kollégáimat megbántani, de neked az arsz nem szimpatikus, vagy szardumája van, attól még az nem azt jelenti, hogy rossz felvételt fog csinálni akkor ne nagyon hagyjat processzálgatni. Tehát nem kell olyat, hogy akkor most rátesz 8 út meg 8 kompresszort, mert ő azt úgy gondolja, és erőlteti ezeket a dolgokat. Előfordulhat az is, hogy a csávó, mint például én is, hogy nagyon okos vagyok, rögtön megérti a megrendelőt, hogy mit akar. Meg hogy lefárasztja Igen. a megrendelőt. <laughs> meg lefárasztja a megrendelőt, sokkal. Ez is előfordulhat. Világos, hogy amit a stúdióban mondjuk ilyen félkészbe előkészítenek normálisan, te ezt nehezen fogod megítélni, de sokkal könnyebb lesz neked belőle dolgozni. Ez némi, általában csak némi többletköltséget takar, mondjuk az eredeti megállapodáshoz képest 10-15%-kal fog így kerülni a dolog, hogyha olyan mondom, de ez az arcom múlik. Tehát ez egy, ezt neked kell érezni, ez olyan, mint a csajozásban, az, <hýz> ]nek, hogy hiába néz ki az jó csaj, mond kettő rosszat, értelem, mondok is utána okay, már Tomé, nem érdekes. Van itt még csomó kérdés. Ez egy jó kérdés lesz. Háromszor vegyük fel a főéneket? Egy jobbra, egy balra, egy középre, vagy csak egy középre? Felőlem. Na, erről két mondatot, mert ez, ez az fontos. Az előbb elmondtam. Egy szál ének mindig több. Ha duplázni kell, akkor általában az jó, hogy egy szál ének erősen, a duplái már nem kell annyi erősen. Van olyan koncepció. És tehát, hány órába panorámázzák? Az is, hát figyelj, most valaki az ilyen sztereót szereti, van amelyik dalnak ez van amelyik nem. Hát figyelj, ezek olyan kérdések, amikre, amikre én nincsenek bebetonozott szabályok. Ez olyan, mint a mennyasszony ruha. Általában fehér. De láttunk már rózsaszint, meg nem tudom mit is. Tehát három sávot azért vegyünk fel, de a következőt kell még egyszer kihangsúlyozom. Tehát legyen egy olyan éneksávod, amit így magadba hallgatva egy darab akusztikus gitárral is így vered, hogy izé, oh my life, és érzed a flót. Ha egyének ilyen sávunk sincsen, akkor nem énekeltünk aznap, mert ami fönt van, a szemét. E, mi az új kamera, milyen az új objektív? Köszönjük a kérdést. Egy GH4-et akasztottunk, és ez, egy, ez egy 25 Dani milliméteres... Túlta. Egy hetes objektív, egy hetes fényerő, nem objektív, 50-es, Donikám 50-es. Ja, hát igen, 25-ös a, a Lumix papíron, de, de ez Canon számításban mondjuk 50 mm-es objektív, úgyhogy nagyon örülünk. Ö, nézzük. Varez, a külsős vokalista nagyon pro kell, hogy legyen. Minden nüanszot, timing, hajlítások, tartott szavakhoz a végre zsigerből kell tudnia, vagy így kegyetlen van, meló van. vár az utómunkásra. Igen, Varez tudja vele, vele sokat dolgozni. Vele sokat én. Ezen Nagyon szét tudja verni az egészet, ha nem akarat rá a -re. És ez, ez teljesen így van. Mi a baj az ernyővel kérdezi Kovács Zoli. Az a baj, hogy közel van a mikrofonhoz. Világos? Erről, erről Igen. beszélünk. Tehát nincs olyan anyag, amit nincs, nincs az a hangcsillapítás, és de főleg ezek a három forintos szivacsok. Beteszed, semmi más nem fog történni, meg fogja enni a magasat, de se a közép mélyet, se a mélyeket nem fogja megfogni, ezt fogja csinálni a mikrofon. Na most ez nem lesz jó. Tehát azonnal visszajön, bubu bubu. érted azok hosszú hullámok, az a kis fázis különbség nem számít, elkezdi nyomni a mélyet, mint a bolond, és nem tudsz semmit csinálni. Ezért, ezért nem is lehet kicsi helyen sem énekelni. Tehát ahol, ha túl van csillapítva a szoba, érted, akkor olyan, mint a fülvizsgáló, tudod, ah. az én lesz az egész Ha kicsi a szoba, depláne, minél közelebb vannak a falak, annál rosszabb. Tehát az a jó, hogyha egy ilyen félcsillapított szobák, ebirod, tényleg nézzétek meg, ezért chamber, ezért, ezé szandja a hotjáknak, az egy se híres. Na, no, ott ott parketta van, meg ablak. Pedig van olyan, hogy villamos meg utca hangra a háttérben, és úgy folyik a felvétel, aztán a legtöbb megtekintést ért el az a nóta abban az évben. Hagyjuk már. Ez így van, de drága barátom, kóstolgassad akkor te is a szart, hiszen 100 milliárd légy nem tévedhet. <laughs> meg lehet szokni azt is hidd el. Na, menjünk tovább a témába. Oké. Okay. Okay. Így, így, téma védére. Nagyjából elmondtuk a lényeget. Utómunka. Szóval, utómunkát, amit beszéltünk, az annak függvénye lesz, hogy az énekesünkkel mennyire tudtunk bajlódni a felvételnél. Szóval a Tomi ajánlata szerintem a legjobb, hogy inkább vegyük föl úgy, mint hogy ezt utómunkával otthon meg tudjuk csinálni. Ha nincs ebben akkor a tapasztalatunk, akkor nem érdemes azt mondani, hogy majd otthon megcsináljuk, és kiterül, hogy otthon nem tudjuk megcsinálni. Tehát akkor ez elkerülhetetlen legyen, hogy, hogy újra elmenjünk és felvegyük. Tehát érdemes ezt élőben megcsinálni, illetve ha mondjuk az embernek már van az utómunkában tapasztalat, akkor kb. tudja, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem lehet megcsinálni. Igen, de ez még kezdőként ugye nem lesz. Igen, tehát az a tuti, amit ott felvesztek, az a tuti, érdemes megkérdezni nem ugye a hangmérnök véleményét, érdemes megkérdezni másoknak a véleményét, mert sokszor, nagyon sokszor az van, és akkor ez egy kicsit ilyen kreatív része, hogy mindenki, neked is meg az énekesnek is van egy koncepció a fejében, nagyjából ki van találva, de van ott egy harmadik fél, aki hozzá tud egy olyan dolgot tenni, amitől pont összeáll a dolog, a és még jobb lesz. Vagy aki, akinél dolgoztok, annak a véleménye azért fontos, olyan csávóhoz kell menni, aki nem szereti a műfajt ugyanis, ugyanis ő, ő, biztos, hogy elfogulatlan, és általában negatív véleményt ad, tehát ki fogja szúrni a hibát. Na most elmondom, hogy hogy működik, tehát ez úgy működik, hogy a stúdió az biztos, hogy szopás, mert ott dolgozni kell, tehát dolgozni mész oda, nem jó. Tehát nem azért megy az ember oda bulizni. Bírom azokat, amikor a zenekar jön egy ládasörrel, sörrel, mindenki nagyon vidám. Mert azt hiszik, hogy ez nyaralni jövünk. Nem. A stúdió a büdös része. Nyaralni akkor kell értenünk, hogy lemész a lajongó lányok közé, értenünk, az a nyaraló része. Na ott. De a stúdió az nem erről szól. Tehát világos, hogy az az ember, aki ott van, annak biztos, hogy negatív véleménye lesz arról, amit csinálsz, de az egy jó szűrő ebből a szempontból, mert, mert nem rá fog, igen, rá fog világítani a dolgokra. Ettől függetlenül az a jó tanácsom, hogy ha elképzelésünk van a darról, akkor Érzelmi szempontokról ne nagyon kérdezgessünk külső embereket, hogy nekünk erről elképzelésünk van. Viszont technikai szempontból, amit általában a helyi személyzet tud mondani, hogy figyelsz, vegyük újra, ezt nem húzza ki az autótyún, vagy csúnya lesz, vagy ezt nem lehet oda vágni, mert béna lesz, általában érdemes rájuk hallgatni, hiszen ők főállásban ezt csinálják, tehát már ezerszer belefutottak ebbe a izébe. Ugyanakkor, hangsúlyozom, sajnos ezt tudom mondani, vannak olyan emberek, akik, hogy is mondjam neked, akik felületesen kezelik ezeket a munkákat, hiszen nem fizet olyan sokat, értitek, hogy mit akarok mondani, és akkor így, ja, jó lesz az, jó lesz az, haladjunk, érted, mert négyre jönnek a másik zenekar, és csak kész legyen. Ezt azért úgy szerintem egy negyed óra alatt le lehet venni, és akkor nem kell ezért szólni, tehát nem kell ezért kiakadni, hanem akkor tudjuk, hogy ezt a helyén ho ho hogy, hogy, hogy kezeljük ezt a dolgot, de ezek igazándiból emberi tényezők. Nem azt mondom, hogy most a, ugye elmondtam a legrosszabbat és a legjobb végleteket is ezzel kapcsolatban, minden dolog valahol a kettő között lesz. Tehát az világos, hogyha ugyanazt az egy sort énekelgetjük a refrénbe három óra akkor nem csak, hogy az énekesünk fog kiakadni, de a ott ülő hangmérnök, a hangmérnök felesége, aki az így csak áthallani a izébe, érted, és várja ebédre, de még ezt az egy sort felveszik, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát... Na, ez egy emberi tény. Na, így végezetül. Adjunk pár tippet, trükköt, vagy ilyen workflow tippet, ha, ha mert mindenképpen utómunkára fog kerülni a sor ebben az esetben, amit beszéltünk. Első, ami, ami fontos, hogy a file nevek a sávokon. Tehát kérjük meg a kedves hangmérnököt, bár az esetek többségével ja, szerintem igen, ezt nem kell mondani. Az, ez, ez nagyon fontos. Hogy az elnevezéseket úgy, hogy mi, mert már ha ezek nincsenek jó elnevezve, akkor egy délutánunk csak arra fogja elmenni, hogy keressük azokat a dolgokat, hogy mi volt, stb. 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 Amit mondtam, ne töröljünk ki semmit, mert soha nem tudod, hogy miből kell valamit összeeszkábálni. Ja, hát most már nem lehet... van, régen azért az analóg szalagnál Igen. ugye ez probléma volt, hogy Te drága volt, stb. Ne töröljünk ki ez... semmit, mert lehet, hogy kreatívkodni fogsz vele, lehet, hogy valami olyan dolgot találsz ki vele, effektként használod, vagy valamit kicserélsz, és pont onnan tudsz egy kicsit foltozni, sose tudod, hogy mire kell, Érdemes ezért, mivel sok sáv lesz, egy külön projektbe megcsinálni, ki, kinyomod az instrumentát a, a zenei projektedből, és az beteszed, és egy külön vokál projektbe megcsinálod Öm, a... Nagyon, nagyon, utomunká. fontos, nagyon fontos dolog, amit most mondok. Uh, amikor a stúdióval megegyezünk, akkor mindenféleképpen mondjuk meg annak az arcnak, aki ott ül, hogy uh, neked kisávolva kell az ének, faltól falig és ez legyen benne a, a pénzbe. Tehát fix, tehát ne, fix hosszú igen, Így van, tehát odad, adsz egy zenei alapot, amire énekelsz majd ezzel kapcsolatban, és mindjárt mondom, hogy hogy érdemes vinni a dalt. Felveszitek az éneket, és most tök mindegy, hogy a stúdiós arc milyen programot szeret, mibe dolgozik, nem kell a terültetni, hogy de most akkor is logikba vegyük, mert neked az kell. Nyugodtan veheti abba, amit ő szokott, hiszen abba fog a leggyorsabban dolgozni, Ö, és amikor készen van, akkor mindig csináltak ilyen faltó falig vavokat így külön, nem kell összeírni a vokálokat, köszönjük, mert nem fogja tudni Persze. a hangerőket beállítani, nem kell. Mindent külön hozzatok el faltó falig, ami szinkronban van az alapotokkal, és akkor, akkor platform függetlenné válik a dolog. Na most, amikor a zenéteket viszitek, akkor legalább négy szemet írjatok ki. Az egyikbe csak a dobok legyenek benne, tehát a, rit a ritmus része, vagy bármi, az alkalmazkodni kell. Legyen külön magába a basszus. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a basszushoz lehet a legkönnyebben intonálni. Mármint hogyha az a basszus olyan is, nem csak egy ilyen szublábdoba így magába. Ö, vagy a legmélyebb hangszer, hiszen az énekes az biztos, hogy legalább két oktávval. Már akár elfelel, írhatok egy talam is. Sokszor a kezdőknek. Hát igen, de az inkább otthon, hogy megtanulja a dallamot, tehát az a stúdióba elvieltetett, de. Sokszor jó. Nem menjünk be úgy, hogy nem tudjuk a dalt. Ehhez vezet vissza. Aztán az összes többi az mehet szintén egy ilyen egy pakba, mert lesz. Csak az, hogy lehessen a fülesbe hangerőt állítani az énekesnek mert mondom, a basszushoz a legkönnyebb intonálni, a dobok meg kellene, hogy tudjuk, hogy pontosan hol tartunk. Utómunkánál tartottunk, még pár tipp, aztán te is majd mondan, amiket amit hát... mindig csinálsz. szerintem ezeket te is csinálod, a lényeg az, hogy megvannak a nevek, egymás alatt ott vannak a sávok egy külön projektbe. Érdemes akár megszínezgetni, hogy nagyjából lássuk a főbelemeket, csoportosítani, edlibek, vastagítások, főénert, stb. stb. kicsit megszínezni, hogy vizuálisan is lássuk. Én amit megszoktam csinálni, és ezt amúgy tőled lestem el, hogy a, a szüneteket mindig kivordostam, amikor ez elment egy nettó fél óra, de sokkal átláthatóbb utána az egész, könnyen másolgatni. Hát könnyen, igen, azt otthon már kényelmes a körülmények között nem az óra. És akkor még mindig nem csináltam semmit az énekkel, csak így nagyjából így össze van lőve. Nyilván itt hangerő arányaiban az esetet többsége azért nem szokott összelőve lenni egy felvétel után. Tehát az, az, elvileg, amire ügyelni kell, ha nincs dinamika processzálva az ének felvételnél, akkor általában igaz az, hogy csak nagyon rövid időn, úgymond ilyen egyállásokból fognak normális énekdarabok születni. Tehát az nem működik, hogy oda megy az énekes a mikrofonhoz, felénekel egy sort, kimegy, meghallgatja, visszamegy és énekel, mert biztos, hogy nem odaáll. Ilyen esetekben nagyon kell egy leveler, vagy bármilyen kompresszor, ami ezeket a dolgokat fixen tartja, mert ott ilyen 1-2-3 dB es különbségek is, is iszonyatos mást jelenthetnek. Ezért nem jó a pici soba se, mert ott hatványozottan jelenkezik ez, hogy most 5 fokkal egy kicsit mellé, mondta, is, teljesen más szand jön ki. Ö, tehát ezekre figyeljünk oda. Ö, nem mondjuk. <kül> tehát miután mondjuk kiavítottuk autótyunnal, melodájnnal a dolgokat, oda raktuk mindent vonalra, stb. stb. Utána mire érdemes figyelni, mikor ezek az ami, alapdolgok ami nagyon, ö, ami, ami sokszor gázos szokott lenni, ö, hogy csinálják azt rengetegen, hogy úgy editálják ki otthon az éneket, hogy kivagdossák az összes levegőt, meg ja, a, a izéket, meg ezeket a dolgokat. De most... jó visszafelé a riverbe, a levegővételből e csinálni. Ezek nagyon fontos emocionális részei a dolgoknak. Tehát az egy tök, tehát ahogy ezt kiveszed, rögtön hallani, hogy ez utómunkázva van, ami a hallgatóba hogy is mondjam nektek már egy. Ilyen nyers érzés, nem? Hát nem nyersérzés, de, hanem. De ilyen, ilyen humántalan. Figyelj, ez olyan, most így mondom csúnyán, érted? Ez olyan, mint a szilikon száj. Lehet attól jól megcsinálva, érted? De onnantól kezdve, hogy tudod, hogy ott már az valami macera van, akkor feltételezi az ember, hogy azért, mert ez eredetileg nem volt jó amúgy próbáljátok ki, fölvesztek egy narrációt, és kivárjátok a levegővételeket, fulladozni fogtok, amikor meghalljátok magatokat, Tehát no, a levegő után, mert, mert, mert várod, hogy levegővétel legyen mondatok között, és fulladozol, mert, mert úgy mondtad végig, hogy kivártad a levegővételeket. Erre egy nagyon jó, nagyon jó megoldást amúgy, ami ö, én ritkán szoktam csinálni, mert nem nagyon veszek fényeket, mert nem nagyon, szere, szóval nem nagyon szeretek engem az emberek, mert egy nyers vagyok. A, gondolom ez így látszik is. A, um, hogy amikor készen van a dal, és minden oké, okay, akkor, és ezt nagyon szokták szeretni az énekesek, hogy mondjátok azt neki, hogy hú, figyelj, annyira jó lett ez a dal, és frazírozzál még valamit most, vagy kell, vagy nem. És általában ez a frazírsáv, ez tele van, nem tudja ő se, hogy mit akar, és azokban szoktak lenni nagyon jó levegővételek. Ez az adlib vá Igen. válaszolva a kérdésedre. Na no most, uh, na no most, azokat a jó levegővételeket, azokat be lehet vagdosni a tüdőbe, tüdőbeteg helyekre, ahol ugye a szövegmegírás már nem hagyott több időt szegénynek, hogy levegőt vegyen, úgyhogy inkább azokkal mahináljatok, de mondom a lyukaknál is legyen. Tehát most ez nem azt jelenti, értet, hogy most a nótában van 16 ütem szünet, mert hmm. megy a fő riff vagy akármi, ott persze ott ott nem jutolhatod. De az, hogy a refrén úgy kezdődik, hogy pff, és már így nullából indul, vagy nem tudom, hogy csinál, az, 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 mindig gépi macera. Elsőbének 386-os gépe volt, akkor minimum 33 fölött vagy. Most csak így, így tippelem mennék. <laughs> jó, van még kérdés, Ö, én nem olvasgattam. Zumoljatok uh, génybe, hogy jól lássátok a levegőket, ne vágjatok be a levegő közepében, nem maradjon le az eleje vagy vége. jó van ez. Látszik, hogy van tapasztalatod. Ö, szerintem mindent átbeszéltünk nagyobb, akkor megcsináljuk a hangerőket, nyilván a utána jön a mixing része. Ja, még egy dolog, a... úgy próbáljuk a, tehát a szand például, mert ugye aki kezdő, az nem tudja azt, hogy például van egy persze ott a jó szand, hallgatja, ezért Michael Jackson, Black or White, hogy jó szól. világos, hogy egy csomó stúdióban csinálják azt, hogy izzi, mikrofon, rányesnek valami rettenetes reverbet, és akkor olyan ja, még izi, és még tesznek rá a reverbet. nem jó. Tehát a, akkor szól valami jó, ha nyersen is jó, nulla zengetővel, nulla diléjel, bele lehet így passzintani a zenébe. Kicsit fura, kicsit arcba lesz, de hogy nem lesz. A, erre a szandra törekedjünk, és ne a reverbel, meg az FX-ekkel, meg ezekkel kalapáljuk el ezeket a dolgokat. Én értem, most fogjátok írni, hogy de 150 ezer, mit én nyári tusztucom, meg úgy van, meg agyon van útot, meg minden. Ezt értem, de ez egyfajta személy, hogy is mondjam neked? Ez adott produkció szegénységi bizonyítványa is. Tehát ne gondolj már, hogy ha most, érted, van egy bomba nőnk, akkor arra muszáj gúcsit venni, mert másképp senki nem viszi haza. Tehát ez nem így működik. Na most világos, hogy mivel kis országban vagyunk, és hogyha pont ilyen műfajokba akartok versenyezni, akkor hogyha ezeket a dolgokat jobban meg tudjátok csinálni, mint ő már, pedig ez csak előkészítés és megfelelő odafigyelés kérdése, általában nem kerül pénzbe. <höhem> az, amit otthon csinálsz, akkor miért ne? És a másik az, hogy az a feladatunk emberek, hogy hozzátegyünk a zenei kultúrához. Tehát ne visszafelé építkezünk majd, hogy ja, hát Zsolti, azt megcsináltok, akkor csináljunk egy milliméterrel, még csinálunk jobbat, és akkor, akkor már mi vagyunk a királyok. Ez nem, tehát Érted? hogy meg akkor kettővel fog a következő, és akkor mindig így egymással versenyeztek a semmiért. Ahelyett, hogy lépni egy méterest, amit már meglépni se tudsz, csá. Köszönjük a motivációs beszédet. Utolsó kérdés, és utána megyünk. <laughs> Ez nem is volt motivációs Bokál, beszéd. varpulás, tré vagy okés. Szerintem addig okés, amíg nem jönnek elő az artifektek. Tehát addig, addig azt csinálsz fel, amit akarsz. De, de általában a varpulásból jönnek ezek nem... a... Jönnek ezek nem Nem szokott bárt. működni. Másképp fordítom. Dolgok. Addig, amíg mit tudom, mondjuk egy ilyen nyíkhaj mikrofonnal egy nyíkhaj előfokba veszed fel, ami amúgy sem annyira tüchtig, addig ez nem lesz számottevő, hogy hogy rossz. Amikor viszont felveszed egy nagyon jó cuccon, és nagyon jól van énekelve, ott hulladék lesz. Tehát ott rögtön kiszúrod, mert az ember szeretni akarja, érted, amit mondok, azt akarja. Ez amit akkor tényleg most a csajos példáknál maradunk, hogy meglátsz hogy egy nagyon jó nőt, aki érted, és akkor, hogyha bunkon szól hozzád, akkor már múlt a varázs. Tehát ott nagyon sok minden passzolni kell. És hogyha minden passzol, akkor nem kell ezt... Két gyors kérdés. Mind a kettő hozzád szól. Két kompresszort használni, ahol az egyik gyors atak, lassú release, másik pedig lassú atak, gyors release. Annak van értelme? Én uh, még egyszer? Az egyik gyorsatak, lassú release, és a másik meg lassú atak gyors release. Az minek ez? Éneken. Két kompresszor. Hú, Na, ennyi. És mondja így végezetül a mixing képzés... De képzé... két kompresszort szoktak használni éneken? De, de, de nem, nem ezért. Ö, mondja a mixing képzésről pár szót, így zárásképpen. Mit fog tudni, aki elvégzi, ha már úgysem volt teljesen kezdő? Egy, tudni fogja az összes fiesztorit, amit nem <síl> tudtam <síl> pat, elmondani. Pont ezt akartam mondani. <síl> amit a műsorban nem tudok elmondani. Kettő, megismerkedik egy csomó másik olyan, olyan emberrel, akik ugyanúgy szenvednek ezzel a dologgal, és komolyan gondolják világos, hiszen aki eljön tanfolyamra, és ebben pénzt fektet, az komolyan gondolja ezeket a dolgokat. Meg, tudom én, legtöbbet ugye az ekukról, meg a kompresszorokról fogunk beszélgetni, nagy részt. Aztán meg a lesz, stratégiáról. Így van, mixing stratégia, hogy, hogy, hogy az milyen sávokra mit vegyünk, milyen sávokat érdemes különkezelni, hogy buszozzunk, mikor érdemes buszozni, nem buszozni, paralel processzálni. De... <laughs> és én, és nekem mondod mindig műsor előtt, hogy ne trollkodjam szét a műsor. Ezt a csávót most, most komolyan mondom. Tehát ez, 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 ez hihetetlen. Ö, elsősorban ilyenekről lesz szó. Ez kb. Idály, a, fia, a, én úgy gondolom, hogy az EQ, meg a dinamika processzálás, az a, nem tudom, az a kés, meg a villa meg a kanál. Amivel nem lehet megenni késsel villával, kanállal, hanem motorfűrész kell hozzá, vagy gépágyú, az már egy másik speciális eset. Tehát ami késsel villával, kanállal lehetetlen, az általában nem is jó. Tehát öm, úgyhogy így gondolom, tehát ilyen nagyon alap dolgokkal fogunk foglalkozni, de azokkal nagyon. Tehát, hogy tényleg, tényleg meg lesz ez tanítva. és erre. az énekek hasonlatát be kéne vonni a köznyelvbe. Igyekszünk. Nos, srácok, köszönjük szépen mindenkinek, hogy velünk tartottatok, így lassan műsoridőnk végéhez érünk. Ö, innen folytatjuk jövő héten, szerintem. Reméljük meggyógyul az emberünk, a, akit meg szeretnénk nektek. Hát, mutat igen, nektek igen, mutatni. igen, igen, szegény barátunk nagyon beteg Úgy, lett, majd, elkapta ezt az influenzás valamit, csak ő neki előtte se volt teljesen százas az egészsége, és ez ránézve ilyen veszélyesebb. Már, dolog. már itt a február, de rengeteg mindennel készülünk, úgyhogy szép, lassan mi is utolérjük magunkat, jön a keverő is, úgyhogy szép lassan alakulnak itt a dolgok és köszönjük szépen. Dani nem szereti a trollokat, mi trollok se szeressük a Danit. Köszönöm, van egy Gábor. <gül> <gül> Imádlak. van az nagy arc? Na, jó újságban van, van Csak annyit kéne, hogy helyileg hol van a képzésetek? Itt van a szomszéd. Itt van a mellett lévő teremben. Újpest város kapu. Újpest kapu, az MPV központ van. Itt Tízkor az e... kezdünk délelőtt, és általában hivatalosan ilyen 5-ig, nem fél hivatalosan. Hatig tart. Nem 8-ig, 9-ig, mert általában utána, amikor lement a műsor és mondom, hogy kérdezhetnek bármit, akkor a milyen hangkártyát, milyen hangfalat, milyen fülhallgatót vegyek, ezek a kérdések, és akkor én fölszívom az agyomat, és akkor mondok valami baromságot erre. Az én tanfolyamon 11-től 4-ig tart. Málam, és nem ez... szokták kérdezgetni a hangfalat. Nem, nem, nem. Miért? Én hozzá dirá... irányítom őt. Egy... És milyen mocsok. <laughs> Tehát azért ez, ez készen vagyok. Elmondhatnám azt, amit te szoktál mondani, de a teszádból akarják hallani. Na, én nem folytatjuk, srácok, szóval köszönjük a figyelmet. De miért jó az? Te, most vártok már, most, ne, várjál, várjál. most egy perc van még. Figyelj, miért jó az nektek, ha én mondom? Tehát miért nem lehet elhinni másnak? Ezt írjátok már oda. Spotify-on is elérhetőek vagyunk. Minden, Igen. minden héten Ádám megvárja a nagy munkával a podcastet. Ha valaki, a ha valaki nem szeretné ezt, ezt a gyönyörű kamera képet nézni, akkor hallgathat minket háttérben akkor a kocsiban, a tanulás hangunk. Én alatt, közben, én cse, felett. Úgyhogy Spotify podcast formájában is elérhetőek vagyunk, de fönn vagyunk az Apple, Apple iTunes-on is, szóval audioban is el tudtok minket érni, ha nem akarjátok nézni az adást illetve folyamatosan jönnek majd cikkek, érdekességek, stb. Úgyhogy érdemes a weblapunkat is nézni. Mert vannak könyvek is, amit lehet venni. Sziasztok! Ez aja, végem van! Szevasztok, köszönöm, a figyelmet! Azt mondja, no,